Az ingatlanpiacon is éreztetik hatásukat a nyáron elindult családtámogatások. Elemzések szerint, még a kiadó lakásokra az elmúlt hetekben nem változott számottevően a kereslet, az eladó ingatlanok iránt többen érdeklődnek, köszönhetően az új kedvezményeknek, hiteleknek. Két hónapja léptek életbe a gyermekes családok életét megkönnyítő kormányzati támogatások, vagy az ezekkel kapcsolatos változások. A csok már eddig is létezett július 1 -e óta azonban használt lakás vásárlására is igényelhető az államilag támogatott hitel. Két gyermek esetén a maximális hitelösszeg 10 millió, három vagy több gyereknél pedig 15 millió forint. A második nyári hónap elején indult el a falusi csak összesen közel két és fél ezer kis a fiatal házasok továbbá 10 millió forintos, szabad felhasználású kamatmentes személy, úgynevezett babaváró hitelt is igényelhetnek, akár a csok mellett is. A kamatmentesség feltétele legalább egy gyermek születése. Másik újdonságként a második gyermek születésekor 1 millió forintot, a harmadik gyermek születésekor 4, minden további gyermek születésekor pedig 1-1 millió forintot vállal át az állam a szülők meglévő jelzálok hiteléből. Ez a kedvezmény július 1 csak a lakás célú hitelekre kérvényezhető. Más változások, kedvezmények is életbe léptek, azonban az előfelsoroltak azok, amelyek az ingatlan piacon is éreztették hatásukat. és a témával kapcsolatban pedig vendégünk a stúdióban Bákán Edina, az Otthoncentrum Egyház utcai irodájának aranyfokozatú otthon szakértője. Ez itt Én is üdvözlöm a kedves nézőket. Mint ahogy az iméntiekben elhangzott, hát azért jó néhány családtámogatás lépett újonnan életbe július 1 már már hát ugye korábban is voltak. Tehát mondhatnánk azt is, hogy újabb fokozatra át az ingatlan piac, bár ezt mindjárt majd kibeszéljük, babaváró hitel. A babaváró hitel mennyire pörgette fel a, a, piacot az önök tapasztalata szerint. Nagy voltak, nagyok voltak a várakozások, nem? Így van, a babaváró hitelnek egyetlen egy feltétele van, ami nem biztos, hogy teljesült a fiataloknál, amikor július 1-től ezt lehetett igényelni, mégpedig a házasságkötés és a házasság kötések miatt, mivel hogy ennek van egy 30 napos ügyintézési ideje, tehát az, azon belül nem lehet házasságot kötni tehát a magyar úgy. családjogi törvények alapján. Egyik pillanatról a másik. Így van, nem lehet összeiratkozni, mondják csúnya szóval. Így be kellett, hogy jelentkezzenek, időpontot kaptak, és amikor a házasságuk érvényes volt, megkötötték az anyakönyvezető előtt, onnantól kezdve mehettek el a bankba igényelni a, a babaváró hitelt, tehát innentől kezdve ez a július elsője egy kicsit augusztus elsője lett. augusztusban meg mindenki tudja, hogy a nyaralások miatt és kisebb-nagyobb cégek leállása miatt minden egy kicsit lassabban működik, tehát euh, én azt gondolom, hogy így az augusztus közepel vége felé kezdett el újra élénkülni az ingatlanpiac és megjöttek az első babaváró hitelek is, amik ki lettek folyósítva, mert nagyon sok olyan vásárlónk van, aki a, a biztos kis pénzével a zsebében kezdett el ingatlant nézni, és nagyon fontos és kiemelkedő volt számunkra, hogy a babaváró hitelt igénylő fiatalok többsége az agglomerációját vette célba. Olyan településeket, amik elérhető közelségben van ugye a, a városhoz, a legtöbb vásárlás nagykálóban, balkányban, Bújon, kótajon, apagyon és napkoron, hát nyilván a, a megyeszékhely vonzás körzetében volt megemelkedve, ez most hozott egy újabb piacot elénk. Uh -huh. Ez mit jelent? Milyen értékű ingatlanokat engedhetnek meg ezáltal maguknak? Hát ugye Mi az, 10, 10 millió forint az, amit igényelhetnek. Nem mindenki igényli ezt a 10 millió forintot. Ennek a bago... Tehát Ez abszolút, az, bocsánat, ez abszolút az önerőbe. Tervezik, tehát, hogy nincs további önerőjük? Így van. Tehát, hogy ezt ők úgy gondolják, hogy van egy 9 millió forint értékűen hirdetett ingatlan, és akkor egy alkóval megvásárolják az ingatlant, mit tudom én, 8 millió 300 ezer forintért, 700 ezer forintból pedig összedobnak egy fürdőszobát, felújítják, és akkor 9 millióból gyakorlatilag van egy új otthonuk, és ha kell, még akkor visítva egy kis tető felújítás is belefér. Tehát ebből a 10 millió forintnak a kimaxolásával Gyakorlatilag egy ingatlanba be tudnak egy felújított ingatlanba költözni, és azért egy ilyen 15-20 perc alatt be lehet a városba ezekből a kis községekből, a városokból is érni, és megkönnyítik az életüket ezzel. Te, tehát effektíve akkor ingyen szereznek egy ingatlanot? Gyakorlatilag vagyunk. igen, mert ugye a fiatalok azért, amikor összekerülnek, gyereket terveznek. És, és, hát nyilván az a céljuk, hogy ez a három gyerek meg is legyen, meg is szülessen, és ez egy óriási segítség most. Ha valamiből kereslet van, annak általában magasabb is lesz egy idő után az ára. Magasabb lesz? Magasabb lett? Emelkedik? Jó, hát akkor az elmúlt néhány hét tapasztalatairól tud beszámolni, de... Én azt gondolom, hogy ö, inkább stabilizálódtak az árak, tehát vidéken emelkedtek egyébként, ez a falusi csok miatt is van. Hogy vidéken volt egy kis emelkedés. Mert hogy egyébként egy falusi sokkal is össze lehet vonni ezt a babuárulatot. Ebben mivel én nem vagyok hitelközvetítő, nem szeretnék teljes mértékben nyilatkozni. Nyilván lehet így is és úgy is tett támogatásokat igényelni. Azt a bankban elmondják, hogy melyik a legjobb nekik, melyik az, ami megfelel, mert a kettőnek a feltételei nem ugyanazok, illetve teljesen más konstrukció egyik és a másik is. Megemelkedett egy kicsit a, a vidéki ingatlanok ára a városban, inkább azt gondolom, hogy kijelenthetjük, hogy stabilizálódott, és elkezdtek egy kisebb árcsökkenést is produkálni a tulajdonosok. Ha nem is nagymértékű, de de elkezdtek. Uh -huh. Mely? Hát akkor térjünk át arra, hogy hogyha itt a városban keresünk lakást, mely vagy házat, mely iránt nőtt meg az érdeklődés, egyáltalán megnőtte. Hát ha csokot akkor. akar igényelni a család, akkor nyilvánvalóan figyelembe kell venni azt, hogy hány négyzetméteres ingatlant tudnak nézni, mert a csokos támogatásokhoz kötött, hogy hány négyzetméternek kell lennie ahhoz, hogy három vagy két gyerekkel igénybe vehessék a támogatást. Egyébként ami, ami, általános és jellemző, az az 50 négyzetmétertől 60-ig, az a legnépszerűbb, illetve a befektetői réteg szereti a 35-ös ingatlanokat, ezek a másfélszobás 35 négyzetméteres ingatlanok, ezek másfél szobásak, tehát mindenképpen jó az, hogyha van egy hálóhelység és egy, egy élettér, egy nappali. A kicsi minigazdonok nem jellemzőek, ezeket általában a kis nyugdíjasok vásárolják. A befektetői réteg 35 négyzetméter, gondolom, akkor kiadja albéletbe. Nagy az érdeklődés az albéletek iránt? Vannak telefonok, csak azok az, az albérletek, bérlemények, amik hozzánk bekerülnek, jellemzően magasabb árfekvésben kerülnek be, mint ami esetleg, tehát nálunk 60-70 ezer forintért nagyon ritkán van a ami, ami kiadó. Nálunk a száz fölöttiek az igényes, exkluzív ingatlanok kerülnek be. Ott, ott már a tulajdonosoknak se idejes energiája nincs foglalkozni ezzel az ingatlannal, és teljesen ránk bízzák. A kisebb volumenű lakásokat ki tudják adni, akár úgy is, hogy a főiskolán kiragasztanak egy szetlit, hogy lánytásbélőt keresek, stb. Tehát az egy jobban működő dolog. Uh -huh. Akkor ez alapján elmondható bármilyen tendencia, hogy megugrott a kiadó lakások száma, esetleg csökkent, mit Az nem, nem, ugrott meg. Én azt gondolom, hogy ebben a városban se nem nőtt, se nem csökkent, tehát ugyanaz van, mint tavaly. Az egyetemre nyilván a hallgatók, akik nem kapnak kollégiumot, próbálnak alvérletbe behúzódni, de nem egyedül, hanem többet magukkal, és általában egymáshoz csatlakoznak, tehát nem tőlünk keresnek egy újat, hanem egymáshoz költöznek. Az albérlet árak, azok milyen magasságban vannak? Mit, mit nem Város, rá, tehát abszolút a város résznek a függvénye. Míg az érkertben előfordulhat 55 négyzetméteres lakás 60 ezer forintért is, a belvárosban ez, ez 80 alatt nincs, tehát szóba se jöhet. Meg attól is függ, hogy milyen felszereltséggel, milyen felújított vagy nem felújított állapotban van, mert azért vannak igényesebb és kevésbé igényes albérletek is uh -huh. a piacon. Önök közvetítenek olyan lakásokat is, vagy házakat is, amelyek újonnan épültek? Természetesen. Ezek iránt mennyi az érdek, mekkora az érdeklődés? Hát ez nagy. Tehát a, ezeket az új építésű családi házakat egy nem a babaváróra szokták igazából igényelni, hanem a, a csokra, tehát erre, amit az előbb a elhangzott, hogy 15 millió forint hitelt vehetnek föl a 10 millió mellé a három gyerekes családok. Tehát ez a, ez a réteg az, ami az új építésű ingatlanokat becélozza, mert van még évvégéig elkészülő ingatlan, még mindig van 5%-os áfával, és ilyen 40 millió forinti körüli összegre kell számolni, hogy hogy ezt az ingatlant meg tudja vásárolni. Ezért a 40 millióért pedig főként ikerházakról van szó, ugye? Természetesen a telekihasználás érdekében épülnek ikerházak, mediterrán stílusban. Ezeket a kivitelezők már úgy oldják meg, hogy tárolónál, garázsnál vannak összeépítve, tehát biztos, hogy nincs áthallás. Nyilván ezeknek a telkeknek a területe ezáltal kisebb 3-400 négyzetméteres, de ebben a rohanó világban ez elég is. Uh -huh. Telekárak. <laughs> Ezekről még nem beszéltünk. Ezek, azért ezek ára is megugrott az utóbbi időben. Eléggé jelentős. Hát azok a telkek kerülnek sokba, amik sokat érnek. Tehát most egy telek attól ér sokat, hogy hol helyezkedik el, és milyen ellátottsággal rendelkezik. Hogyha a teleken, teleken semmilyen közmű sincs, sőt van olyan, hogy az utcában sincs, egy bizonyos pontig van villanyoszlop, utána nincs, akkor nyilván annak a teleknek az értéke körülbelül egy millió forint. Sőt, valahol már 6-700 ezer forint is csak vigyék. De nyilván egy egy olyan telek, ami. Bocsánat, a város abszolút külterületein. Nem mondanám, tehát Egy millió forintért kis telek és szőlőben is lehet ingatlan telket találni, illetve tehát a, nyíl, tehát a szőlő tanyák, ez, ez, ez mondjuk igaz, de a leginkább a kis teleki szőlőben lehet találni ilyen olcsó uh -huh. Nyilván nem a leg... Tehát, ott is vannak olyan utcák, amit szeretnek, meg vannak kevésbé szeretett utcák, nyilván az olcsó utcákban van ez az egymilliós telekár, mert ez egy kis telekiben is egy jó fekvésű telek, egy jó közmű ellátottsággal azért 10 milliót, az, azt lehet értekérni. Nyilván attól függ, hogy mekkora ez a telek, mert ott azért 3000 négyzetméteres telkek vannak. Tehát itt nagyon minden attól függ, hogy hol van, milyen felszereltséggel rendelkezik, és mit lehet rá építeni, milyen a lakókörnyezete, milyen az infrastruktúrája. Ez egy nagyon összetett dolog, hogy most egy telek mennyibe kerül. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy a skála. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Én is köszönöm minden jót.